Tűzkarcolatok címmel nyílt meg a Tájvízház új időszaki kiállítása. Urgulj Szabó György több mint 25 éve foglalkozik képzőművészettel. Számos technikát kipróbálva jutott el az akrilfestészet és a pirográfia világáig. A grafika után tustintával dolgozott, de először 1998-ban kezdett festészettel foglalkozni. 2012 óta űzi a pirográf művészetet, melyeket fotók, illetve egyéni elképzelések alapján készít el. Az inspiráció az gyerekkoromból fakad. Nagy tatám az még ilyen forrósított szeggel készített ilyen képeket. És akkor én úgy gondoltam, hogy majd egyszer én is. Neki kezdek, ugye én kezdtem a rajzolással, a grafitceruzával, a szénnel, utána elkezdtem festeni, de egyik se okozott nekem kihívást. És akkor úgy gondoltam, hogy keresek valami olyan technikát, ami tényleg kihívás, tényleg minden tized másodpercben oda kell figyelni. És akkor hát megtaláltam a pirográfiába a sztorit. Kezdtem úgy én is forrósított szeggel, utána forrasztópákával. Most már kedves feleségemnek köszönhetően van egy profi gépem, és akkor azért most már azért sokkal színvonalasabb képeket lehet alkotni. Az alkotásait először felrajzolja grafitceruzával az anyagra, utána egy fotóról a forrasztópákával készíti el a képeit. Az egyszerűbb alkotások 24, a bonyolultabb, részletesebb művek pedig 90 munkaóra alatt készülnek el. Gyuri, akit a helyi közösségi életben sokkal inkább andorbócként ismerünk, igazi művészete természetéből fakad. Természete a jelleméből, jelleme pedig az eddigi életútja során megszerzett élettapasztalatokból tevődik össze. Abból pedig volt neki bőven. Öröm, bánat, boldogság és kemény csalódások sziluettjeit égette bele az isteni forrasztópálka Gyurinak életkönyvébe. Urgulj Szabó György kiállításának célja, hogy minél többen ismerik meg a pirográf technikát. Igazából bőrre, még ruhaneműre is, sőt most már kitapasztaltam azt is, hogy papírra is lehet, csak ugye a hőfokkal kell játszani. Tülökre, szarura, mi mindenre igazából, ahol, amire lehet égetni, az minden. Elmondta, évekig utcaművészként tevékenykedett. Az alkotás szeretetét a Bohóc műsorai alkalmával is igyekszik átadni a következő generációnak. Tervei között szerepel az olajfestészet technikájának az elsajátítása is.